Kedves nézőink, megszokhatták, hogy nagy ünnepeink környékén valamelyik városunkban szolgáló lelki pásztorral beszélgetünk itt a Hírháttérben, hogy az ünnepnek az eredeti, a valódi tartalmát megmutassuk, megvilágítsuk. Nagy hét van, a Szent Háromnap egy különleges élmény, különleges emlékezés az egyházban, hisz a sokat emlegetett hét szentség alapításából a többségét azért ezekre a napokra tehetjük. Köszöntöm nézőinket is, és köszöntöm Farkas István piarista szerzetest. Tisztelettel köszöntöm a nézőket. Nagy csütörtök. Elkezdődik a Szent Háromnap. Püspöki székesegyházban megszentelik a szent olajokat, amelyeket az egyház használ megkenéskor. Ezek ugye rengeteg szimbólumot mutat ez az olaj, ugyanakkor a papságnak is az egységét mutatja, hisz ilyenkor a püspöki székesegyházba várják a lelki pásztorokat. Nagy csütörtök este pedig a Szent Mise megalapítása. Ugye a szentségek forrása ez a nap. Először engedtessék meg, hogy egy picit általánosabban szóljak. Nagy csütörtök este tulajdonképpen a szeretet és a gyűlölet háborúját látjuk. Ott ül az utolsó vacsora asztalánál Júdás, és Jézus nem azt mondja, hogy csak, hogy végre már elmehetek innen, hanem pontosan akkor határozza el, hogy mindörökre velünk marad. És így jutunk el az első szentséghez, az oltári szentséghez, mert tulajdonképpen lehet az embereket sokféleképpen szeretni, de nincsen párja a személyes jelenlétnek. És sajnos itt engedtessék meg egy kritika is, hogy sokszor nagy áldás a mobil, meg egyéb ilyen távközlési eszköz használata, de semmi nem pótolja azt, hogy most mit beszélgetünk. Ez a jelenlét. És ez az első számú szentség. A második, az egy picit később alapítatik, de mondjuk a gyökere a Krisztus kereszt halálára megy vissza, tehát a nagypéntekre. Húsvét vasárnap este azt mondja Jézus apostolainak, vegyétek a szent lelket, akit föloldoztok bűneitől, föloldozást nyer. Akit nem oldoztok föl, nem nyer föloldozást. Ez egy 2000 éves kérdés, hogy ha egyszer én a vétkeimmel Istent sértem meg, miköze ehhez egy papnak? És most úgy szólok, mint gyónó, nem mint gyóntató, hogy nagyon szükségem van arra, hogy halljam Isten üzenetét, hogy a bűnbánatod nem volt hiába való. És kimondja egy paptestvérem fölöttem, hogy én téged bűneidtől föloldozlak. Ez is egy érdekes, ha gyónásnál gondol az ember, hogy bármi is van az emberrel, nem feltétlenül a bűneire gondol, sokszor van az, hogy nem tudja, hogy mit csináljon, és oda fordul valakihez, hogy te figyelj, és ahogy megfogalmazza, már sokszor eszébe is jut a megoldás, tehát valahogy sokszor meg is kell fogalmazni azt, hogy igazán el tudjunk indulni, vagy meg tudjunk változni. Ezzel teljesen egyetértek, és azért is fontos ez, mert azt a plusz rákészülést, hogy leülök, amikor készülök a gyónásra, hogy valóban tisztában látom az életemet. És igenis kimondom, hogy sajnos hanyag voltam, vagy sajnos megbántottam valakit. Tehát fontos, hogy a kimondással ez egyúttal egy nagyon óriási eszköz is, amikor az ember, mintha a mérget kiadná magából, kimondja azt a rosszat. Tehát nagyon fontos ez. Ja, egy másik szentség pedig a papság. Szentségének megalapítása, ezt is nagy csütörtökhöz köthetjük. Végtelenül fontos, hogy Jézus életműve úgy maradt fönn, ezt én diákjaimnak úgy magyarázom el, hogy majd, ha meghalok, akkor meg fogom tudni, hogy melyik apostoltól indult el egy kézrátétel, és jutott el hozzám 1976. május 1-én. És itt most szó szerint a nagy csütörtök este, amikor Jézus azt mondja, hogy ezt cselekedjétek emlékezetemre, akkor indítja el a papoknak a végtelen láncolatát, amit csak forog a föld. Tehát valóban ez a három szentség pontosan ide kötődik a húsvéti ünnepkörhöz. És ugye előbb említette is, hogy a szavakat, tehát ezt cselekedjétek az én, és vegyétek ez az én testem. Ugye ez a legnagyobb misztérium magában az egyházban, és bármelyik felekezetet is nézzük meg, valahogy a Krisztus jelenléte, még ha máshogy is mondja Luther, máshogy is mondja Calvin, és máshogy tanítja a katolikus anyaszent egyház, valahogy a jelenlétre utal, és ugye ez a legfontosabb, mert hogy a Szentmisé még milyen körülményei vannak,
kijátszik, hogy milyen miseruha van a papon, vagy van-e virág az oltáron. Ez majdnem mind másodlagos. A legfontosabb azok a mondatok. Ez olyan csodálatos volt, hogy a 20. század elején élt a Fuku atya, és a sivatagot járta be, a Szaharát, hogy ott is jelen legyen a Jézus. Tehát, hogy mondjam, egyrészt fontos, hogy emberekhez eljusson, akár egy halálos beteghez, hogy még egy vigasztalása legyen, hogy reménnyel halljon meg, de egyszerűen a jelenlévővé tétele Jézusnak a föld minden pontján, és van egy csodálatos gondolat, amit olvastam, hogy ahogy forog a föld, tulajdonképpen minden egyes percben van egy átváltoztatás. Tehát a föld forgásával, hogy most itt van Szentmise, ott van Szentmise, ez a legtökéletesebb Isten tisztelet, mert Jézus hagyta ránk. A nagycsütörtöki liturgiának van még egy érdekes mozzanata, ez is visszamegy az utolsó vacsorára, a lábmosás szertartása. Most Ferenc pápáról kerülnek előképek, hogy ő is gyakorolta ezt, hogy ez egy választható, mondhatnám, egy opcionális része a szentmisének, a nagycsütörtöki szentmisének, de hál' Istennek visszatértek hozzá egyre több helyütt, hogy betegeknek, akár mozgáskorlátozottaknak leveszi a miseruháját, és ugyanúgy, ahogy Jézus. Hogy is fogalmazott ő akkor? Ez egy csodaszép dolog, hogy ezt latinul mandátumnak nevezik, vagyis parancsolatnak. A Jézus parancsolata, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ebben egyrészt benne van egy önfeláldozás. Ő mondja, hogy a legnagyobb a szeretete annak, aki odaadja az életét is másokért. És ennek a mandátumnak, parancsolatnak a második vonatkozása az, hogy szolgálni kell. Tehát nem uralkodni, nem 50-50-t játszani, hanem szolgálni. És nálunk a piaristáknál is, én mint igazgató, 12 diákomnak megmosom a lábát. És ahogy mondtad is, hogy ez mind a két oldal felé megrendítő, hogy kapaszkodnom kell ahhoz a szinthez, hogy legyen bennem az a szolgáló szeretet, ami Jézusban volt. Tehát ne csak az eszükkel törődjek, mondjuk, mint matematika tanár, hanem ami egy elemi dolog, hogy legyen tiszta az ember. A rabszolga feladata volt a lábmosás az ókorban, és ezért tiltakozott Péter is először, hogy Uram, hát, és Jézus helyre teszi, ha nem engeded, hogy a lábadat megmossam, nem tartozol hozzám. Tehát ennek a szolgálatnak a fölajánlása és elfogadása nagyon közel hoz bárki két embert. Amit bárki hallhat, vagy pont nem hallhat a Szent Három Nappal kapcsolatban, az ugye a nagy harangzúgás, nagy csütörtökön, meg majd nagy szombaton, és ezt mindenki tudja, hogy a harangok ilyenkor elmennek Rómába. Egy nagy csend lesz, és ugye ezt elő is írja a megfelelő helyen az egyház, hogy azért kell csendnek lenni, hiszen meghalt Krisztus. Nincs szentmise, áldozat, szentségkiszolgáltatás is úgymond szünetel, amikor Krisztus a sírban van, és ugye a csonkamise, ahogy régen fogalmaztak nagypénteken, ez is rengeteg szimbólummal van átitatva. Talán nekem az egyik kedvencem, hogyha egy kicsit személyesebb lehet ez a beszélgetés, az izajási szöveg, amit fölolvasnak az 52. fejezet, 53. fejezet, ahol Izajás néhány száz évvel korábban, mint előképként elmondja, hogy hogy is néz ki, hogy nem néztünk rá, természetesen nem volt szép, sőt rút volt, szám kivetett, és a többi. Tehát azért nem egy olyan tipikus messiás áll előttünk, mint amit ugye elgondolhattak valószínűleg a zsidók, hogy egy ilyen megváltó és uralkodó és dicső ember. Ez egy nagyon fontos dolog. Ha végig tekintünk a 2000 év zsidó messiás váráson, akkor amit idéztél, az a leggyönyörűbb messiás kép. A fogságban tisztult ki ez. Amikor már nem volt meg az áldozati nagy templom Jeruzsálemben, akkor mi köti az embereket az Istenhez? Egy ígéret. És távol lenne egy rabságban élő néptől az a megváltó, aki uralkodóként érkezne. Akit épp úgy megvetnek, éppen a hite miatt, akit lenéznek, akit arra kényszerítenek, hogy a Szentföldhöz kötődő szent énekeket az ő szórakoztatásukra énekeljék, a rabtartók erre kényszerítik a zsidókat. Azokhoz így lép oda az Isten, hogy itt vagyok, veled vagyok, vigasztallak, aztán majd egyszer haza is vezetlek. Tehát ez a remény, úgy gondolom, hogy valóban a zsidóságnál is nagyon fontos volt, és sajnos utána egy szomorú történet, hogy
ez a kép eltorzult, és ismét hatalmi messiást vártak, és ezért nem ismerték föl Jézusban a messiást. Csodálatos a nagy szombati liturgiának is a rengeteg szimbolikája, hisz nem egy hagyományos szent mise, vagy mondhatnánk, hogy szagos mise, hogy a régiek nevezték a nagy misét, hogy itt is azért van füstölés, töménezés, ugye, ami szintén az Istennek szól, de maga a fényszertartása a legelején, húsvéti gyertya, a fények ennek egyre közelebb, és utána van egy kis hosszabb, rövidebb virrasztás. De ez különleges ez az éjszaka, hogy az Exultet is mondja. Hogyne. Itt kapcsolódik be nagyon pontosan, és nem ide cibálva, a keresztségnek a szentsége. Ha valaki hitelesen éli a keresztény életét, akkor a 40 napos bőjt, hamvazó szerdától pontosan ezekig a napokig, ez arra való, hogy nagyon mélyen, mint egy minden sejtjével ki tudja mondani majd a keresztségi fogadás megújítását. Tehát valóban van a fényszertartás, hogy a sötétségből világosság támad, a halálból újra élet, és tulajdonképpen a vízszentelés és az ahhoz kötődő keresztségi fogadás megújítása, ez a föltámadási szentmise mellett, vagy azután, hogy pontos legyek, gyönyörűségesen ez a középpontja ennek a húsvét vigília szertartásnak. És még ha szabad egy szó erejéig a csöndhöz visszatérni, én érzek egy kis billenést a keresztény gyakorlatban, hogy amennyire csodálatos, hogy a nagypapák, az unokákat, a szülők, a gyermekeiket oda viszik a templomba, a jászolyhoz, a betlehemi jászolhoz, én szinte kérve kérnék mindenkit, hogy már a pici gyermekekkel is látogassák meg a Krisztus sírját szombat délelőtt a templomokban. Tudnék, úgy teljes az életünknek az íve, hogy benne van a csodálatos születés, tehát ott a Betlehem, az angyalok karácsonykor, és tulajdonképpen a legfontosabb ennek a három napnak, a legfontosabb üzenete, amit Szent Pál ír le, hogyha Krisztussal élünk, vele fogunk meghalni is. Amikor minden támaszunk megszűnik, csak ő lesz. És egy pici gyerek, bármennyire fura, közelebb van ehhez a titokhoz, az élet és a halál titkához, mint egy felnőtt, akinek a rengeteg tevékenység a feladata, őt elemi módon foglalkoztatja a lét. Tehát amikor mondjuk temetőben hol van a nagypapa, Jézusnál van és megnyugszik. És valóban ott vannak az elhunytak. Tehát a nagyszombat délelőtti szentsír látogatást szeretném nagyon ajánlani mindenkinek. Hát ugye, és akkor húsvét az pedig már az öröm, állelujját énekelnek. Tényleg ünneplőbe öltözik, fölvirágoztatják a templomokat, hisz ez tényleg már az öröm. És van egy nagyon fontos üzenete még a húsvét vasárnapnak, hogy ennek az örömét az egyház szeretni átcsöpögtetni minden egyes vasárnapba. Én nagyon szerettem még az orosz nyelvet annak idején, ugye oroszul a vasárnap az Vaskreszénye, a föltámadás napja. És az egyház először is a föltámadás örömét úgy ünnepli, hogy 8 napig azt imádkozzuk a zsolozsmában, szentmisében, hogy ez az a nap, amit az Úristen adott. Mintha megállna a nap 8 napra, rácsodálkozna a föltámad Krisztusra. És akkor utána jól ismerjük, hogy pünkösdig, tehát a húsvéttól pünkösdig van 50 nap. És az egyházi időszakoknak, tehát advent, vízkereszt, nagybőjt, húsvéti idő, ez a leghosszabb periódusa. Tehát, hogy a feltámadás vésődjön belénk. Szent Pál írja, hogy ha Krisztus nem támad volna föl, akkor mindenki másnál nyomorultabbak vagyunk, mert egy hazugságot követnénk. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet, nézzék továbbra is a Mosonmagyaróvári Városi Televíziót. Viszontlátásra!